abban a szivárvány családot tapja. Teljesen spontán történet zajlott le. Először a szerkesztőm az Izraeli Time-nál megkért, hogy írjak egy cikket szivárvány családokról, és hogy keressek néhány olyan apát Tel Avivban, aki szívesen nyilatkoznak. És a közös ismerősünkön keresztül jutottam el Guy Tatsához, aki a Baby Bloom-nak az alapítója. Azért ajánlották őt, mert van egy 4 éves kislánya, aki egy igazi kis díva és fantasztikus riportalany. 3 hónapos Iker fiai is vannak. Úgyhogy találkoztam Gállyal, elmesélte az ő történetét, és azt is elmesélte, hogy miután ők sikeresen együttműködtek egy oregoni dajkaanya központtal, és így születtek meg a gyermekeik, elhatározta, hogy ezt a lehetőséget mások számára is, másokra is megismerteti. Milán, most mint az egyik szervezőt kapunk lencse végre, tehát egy sapkát cserélsz. Igen. Honnan jött az ötlet, hogy szervezetek egy ilyen rendezvényt? Hát nagyon nagy rá az igény, az már a Krisztiánik gyerekműhelyéből kitűnt, hogy erre van szükség, és hát szerettük volna egy ilyen komplet rendezvénysorozattal körbejárni az egész témát, jogi szempontból, a családalapítás különböző módszereit áttekintve, hogy az iskolákban, óvodákban milyen hátrányos, esetleg hátrányos megkülönböztetés éri a gyereket. Szóval akartunk egy olyan rendezvénysorozatot, amikor ennek minden csinyát, bínyát hallhatja az ember kicsit zanzásítva. Barátommal egy ide már gondolkozunk a családalapításon. Igazából minden információt megkaptunk, ami szükséges. Mióta vagytok egyébként együtt? Több mint 15 éve már. Hú, ez nagyon szép. Megmondom őszintén, hogy ezt nem is tudtuk, hogy van egyáltalán lehetőség arra, hogy egyszerre 2 gyerek szülessen. Ez egy ilyen teljesen új információ volt. És hát ezt most még meg kell beszéljük itt az adás után. El tudom képzelni, hogy abban az irányba fogunk gondolkodni, hogy egyszerre akkor 2 gyermek szülessen. Uh-huh. Van már a baráti körünkben egy pár, akik nevelnek gyereket, egy meleg pár. Látjuk a nehézségeket, látjuk, hogy ők is hogyan, most nem rossz értelemben, de hogyan öregedtek így bele ebbe a gyereknevelésbe 1-2 év alatt. De látjuk a pozitív oldalát egyértelműen, és nem tántorodott el minket a dologtól, úgyhogy, sőt, megerősített abban, hogy mindenképpen szeretnénk ezt csinálni. Számomra tényleg hihetetlen az, hogy ezek a szakemberek, akik ezeken a szemináriumban beszéltek, akik a szakmájukban tényleg az abszolút csúcs, most itt lehettek, és összegyűjtöttük őket egy pódiumra, és ugye a magyar közönséggel is kicsit megismertethették azt, hogy hogyan is zajlik ez külföldön. So my name is Amélie Bessel and I live in France, and so I'm freelance photographer working on a project about LGBT families in Europe since 2010. Yeah, and the project is about the way of living as an LGBT family in different countries of Europe. And my idea was to figure out what was the differences between the different countries. I had several families in my friends, and I was always wondering why these families are not equal with hetero families. So it was a way for me to get into the subject and to find out, and also because I myself wanted to. I always knew I wanted to have children, and it was a way for me to explore and to look how it could be possible as a lesbian. Hol
kollégám nemrég csinált egy olyan kutatás, amiből kiderült, hogy nagyon sok kérdésre érzékenyek a magyar pedagógusok, tehát hogy arra, hogy valaki etnikai eltérései vannak, meg nem tudom mi. A gender kérdés, mint olyan, az föl sem merül. Tehát nem értik, amikor erre rákérdeznek, hogy ez bármilyen módon az oktatásban, nevelésben fontos lehet. Ez egy jellemző adat, ami azt mutatja, hogy még egy nagyon olyan közegben élünk, ahol ez a kérdés, ez egy erősen normatív szabályozású kérdés. Nekünk felelősségünk az, hogy ez változzon, és én azt remélem, hogy fog, mert azért erre vannak tendenciák, és ebben szerintem van egy közös összefogásra szükség, hogy mindnyájan, akik ebben benne vagyunk, ezt csináljuk, azok alakíthatunk. Tehát én nagyon hiszek abban, hogy az iskolai közeg, egyrészt a mindennapokat kell élnünk, és jó helyeket találunk, és vannak tök jó helyek. Másrészt, hogy ahol meg nem olyan jó, azokon meg próbáljunk alakítani. Mindenki a maga eszközeivel. Krisztián és Csilla, akikkel én ezt az egészet csinálom, hárman együtt alapítjuk a Szilárd Családokért Alapítványt, aminek szintén az a célja, hogy a Szilárd Családokat kicsit a társadalomhoz is közelebb hozza, a sztereotípiákat ezzel kapcsolatosan megszüntesse, illetve hogy magunknak, a szilárdan családoknak segítsünk különböző problémákban, óvodakeresés, iskolakeresés, melegbarát, házi orvosok, társszülőre való lelés, hogyha egy meleg pár és egy leszbikus pár szeretne családot alapítani, hogy könnyebben megtalálják egymást. Akár törvényekkel, vagy nem tudom, vallási dogmákkal, vagy ideológiákkal szabályozni próbálja valaki, hogy mi a normális és mi nem normális, de azért az embereknek mégiscsak leginkább lelkük van, és leginkább érzelmeik vannak, és senki nem mondhatja azt, hogy már pedig egy család az egy férfi, és egy nő, és egy kiskorú gyermek, amikor mi mindannyian ismerünk olyan család, akik egészen másképp épülnek fel, és semmivel sem kevésbé családok, semmivel sem kevésbé szeretetteljes közeg, mint egy klasszikus családmodell. Például Guy és Lucsi, akikkel a Baby Bloom-ot tulajdonképpen intézzük, nekik a kislányok minden alkalommal, amikor beszáll a liftbe a házunkba, és beszáll egy idegen, akkor azt mondja, hogy hello, én Ella vagyok, 4 éves vagyok, ez az apukám Guy, a másik apukám Lucsi, és van egy kutyánk, Tomás, te ki vagy? Milyen eseményt jelentette fel az érdeklődésedet? Hát például a rapid randi, picit nehéz összehozni meleg férfiként vagy nőként a gyermek projektet, és ehhez a különböző kapcsolódások megszületése érdekében jött létre igazából a rapid randi. Látogatóban főleg azok jönnek, ilyen, hát ilyen 30-as vagy idősebb korosztály, fiatalokból kevesebben jöttek férfiak is, nők is, azonos nemű párok is, heterók is. Nem tudtam sokszor eldönteni, hogy meleg vagy hetero, mert vagy egyedül jött a kisgyerekkel, vagy hogyha ketten jöttek, akkor se volt annyira észrevehető a hatalmas nagy különbség. Az Interalia alapítványnyal közösen szervezzük, Sándor Beáékkal, és a támogató, közösen szervező szerepkörben a Baby Bloom is részt vesz Steiner Kristoffal és oregoni ügyvédekkel, meg orvosokkal, akik egyébként az ottani béranya rendszerről tartottak egy előadást itt a nézőknek. Nem hisszük azt, hogy egy meleg pár rosszabbul nevelne gyermeket, mint egy heteroszexuális pár, sőt, hisszük, hogy ugyanolyan jól meg tudja ezt csinálni, és azt is hisszük és valljuk, hogy a gyermek sem szenved emiatt hátrányos megkülönböztetést, illetve amit szenved, azt a szülők fel tudják úgy készíteni erre a jelensége, hogy meg tudjon aztán küzdeni vele. Furcsa nekem az, hogy törvényhozó emberek arra használják a hatalmukat, hogy olyan emberek családi boldogságának az útjába álljanak, akiket nem is ismernek, és akikhez lássuk be semmi közük, hiszen szerintem a kormányoknak, vagy legyen szó akár az egyházaknak valószínűleg azért kellene létezniük, hogy mindannyiunkat boldogabbá tegyenek, és hogy élhetőbbé tegyék a környezetünket. Ezzel ellentétben nagyon sok esetben pont az ellenkezője történik, de én nagyon pozitívan állok a dologhoz, és hiszek benne, hogy ez változni fog.